estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szenes Andrea vagyok. Ki az önök közül, aki ne szeretne fittebb, egészségesebb, erotikusan vonzóbb, nyugodtabb, védettebb lenni ebben a mai világban? Ehhez nyújt segítséget a mai műsor, amely egy olyan ősrégi módszert mutat be, aminek ugyan vannak elkötelezett hívei Magyarországon, de a többség még mindig rálegyint, hogy unalmas, nincs türelme hozzá. Talán kitalálták mostanra, hogy a jógáról van szó, amely igencsak a reneszánszát éli, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a világsztárok közül Michael Jackson vagy Madonna egy tapottat sem mozdul jógamestere nélkül. Velem van a stúdióban Kovács Károly, a Józsefvárosi Jóga Klub elnöke, aki úttörő volt ennek az egyesületnek az alapításában. Tahi István, Krishna szerzetes, kultúrantropológus. Dr. Gintner Zénó, aki a jóga mellett orálbiológiát tanít a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Málna István, aki jóga oktatás után, egyébként alias Pike névre hallgat, hadd mondjam el, mert hogy így fogjuk szólítani a műsorban is, végtagsérült gyerekek úszás oktatásával foglalkozik. Önöket ezúttal is arra kérem, hogy hívjanak bennünket kérdéseikkel, véleményeikkel, kéréseikkel. Szeretettel üdvözlöm Önöket a stúdióban. Nyitó kérdésként vágjunk is a dolgok közepébe, hogy egy körkérdés, kinek mit jelent a jóga, és hogyan kezdett jógázni? Hát a jóga egy életformát jelent. Számomra a jóga a test, a lélek és a szellem mély tudománya. Nagyon komolyan hangzik, de ez a hétköznapokban úgy néz ki, hogy tulajdonképpen 24 órát keresztül jógázik az, aki valóban jógázik. Tehát így életformának tekintem a jógát. Azt jelenti, bocsánat, hogy közben, hogy 24 órán keresztül jógázik, hogy a tudatában van mindig a jóga, vagy pedig valójában jógázik 24 órán keresztül, csinálja ászanákat, pránajámákat, a különböző gyakorlatokat? Sajnos, hogy hála Istennek annyi időm nincsen, bár felfogás kérdése, mert tulajdonképpen minden testhelyzet egyfajta ászana, de ez nagyon tudományosnak hangzana. Arról van szó, hogy tudatos létezés, tehát a jóga megtanít arra, hogy tudatosan éljünk, de görcsök nélkül. Tehát úgy tudatosan, hogy lazán éljük az életünket. Talán egy szerzetes festett képe van a birtokomban, amely alá az ő elképzelése volt a világról feljegyezve, ami úgy szól, hogy az élet az egy híd, jár rajta, de ne építs rá. István? A jóga, ez egy szanszkrit szó, és eredetileg azt jelenti, hogy összekapcsolódás, hogyha le kellene fordítani. És ez arra utal, hogy a jógának a testi gyakorlatokon túl van egy magasabb rendű szellemi célja. És ez a szellemi cél, ez az, hogy az egyéni lelket, vagyis minket magunkat, összekössön a legfelső lélekkel, Istennel. Tehát ez egy mélyebb megértése a jógának, mint amit általában a nyugati emberek feltételeznek. És én személyesen ilyen filozófikus oldalról kezdtem közelíteni a jógához, bár magam is foglalkoztam előtte a fizikai oldalával is. Ez konkrétan úgy történt, hogy egy színjátszó társulatban játszottam és tanultam dobolni, mert egy indiai stílusú darabot adtunk volna elő. És ennek a társulatnak a vezetője elvitt engem a Krishna templomba, hogy ott nagyon érdekes indiai dobok vannak, és meg kéne tanulnom rajta játszani. És így aztán kénytelen kelletlen rendszeresen jártam a Krishna templomba, tanultam dobolni. Az első tanítómesterem az egy dob volt, de mindeközben óhatatlanul megismerkedtem India ősi filozófiájával, a Bhagavad Gita-val, ami a legősibb szentirat ezen a téren, és jóga tankönyvnek is nevezhetjük akár. Megismerkedtem azzal az életmóddal, ami ezt a kultúrát körül öleli, és fokozatosan lépésről lépésre elkezdtem ezt gyakorolni, nem egyik napról a másikra, de aztán lassanként vegetáriánus lettem, rendszeresen elkezdtem ezt a meditációt, amit mi úgy nevezünk, hogy mantra meditáció, vagyis szent szövegnek, imának az éneklése, és így fokozatosan ebből egy olyan magasabb rendű boldogságot, vagy örömet merítettem, ami aztán az egész életemet ebbe az irányba fordította, így az egyetem elvégzése után, mint egy Krishna hívő lelkész kezdtem el tevékenykedni. Zéna? Én 17 évesen egyszerűen kezembe került Víg Bélának a Jóga és Tudomány című könyve. El lehet képzelni egy 17 éves fiút, nyitott, érdekli minden, és elkezdtem a könyvből csinálni. És
végül is már nem emlékszem, hogy milyen az alapindítatás, ami egy 17 éves fiúnak a érdekelt, egyszer csak érdekelt, és aztán pedig mindenképpen egy felgyorsulás volt az az élményem, hogy én egy keresztény hátterű családban nőttem fel, ahol mindig azt tapasztaltam, hogy hát gyarlóak vagyunk, és hát elbukunk, és szeretnénk, de nem tudjuk, akarjuk, de nem tudjuk. Le akarunk valamiről mondani, de nem tudunk. És érdekes módon a jogával, ahogy elkezdtem foglalkozni, azaz csinálni, azt tapasztaltam, hogy itt a kulcs, legalábbis számomra. Azaz a jóga képessé tesz arra, hogyha valamit akarok, azt meg is tudom csinálni. István, Piki? Hát én egész fiatalon, 12 éves koromban, 10-12 éves koromban olvastam a Jeszudián könyvét, és ezt végig gyakoroltam. És akkor utána úgy feledésbe merült a dolog, és amikor súlyemelő időszakom, tehát 67-ben volt egy torszérülésem, akkor úgy nézett ki a dolog, hogy abba kell hagyni a súlyemelést, és hát próbáltam valamit. Hát és így kerültem vissza a jogához. Abban az időszakban Delhihez jártam, egy héten egyszer, aztán kétszer, háromszor, ötször, minden nap. És hát aztán később, ahogy fejlődött az ember, egy kicsit úgy belemélyült ennek tudományos részébe, a Víg Béla könyvbe, meg rendesen belekozgatott az ember, és el lehetett jutni egész magas szintre a hatha jógában, és aztán később a meditációs technikákkal is megismerkedik az ember. De én inkább a hatha jogával foglalkoztam, mint a szellemi részével. Egy rövid történetet hadd mondjak el arról, hogy miért nem praktikus ma az az eredeti jóga, amit Indiában évezredekkel ezelőtt gyakoroltak. Történet úgy szól, hogy volt egyszer egy jógi, aki egy barlangban élt, egy folyóhoz közel, és ott meditált. Ott ült, és egy egyszerű szövetanyag volt a dereka köré tekerve, nem volt semmilyen tulajdona, csak teljesen elmerült a saját gyakorlataiban, a légző gyakorlatokban, testhelyzetek gyakorlásában és a meditációban. Egy napon, amikor azonban így meditált, oda jött egy kisegér, és elkezdte rágni azt a szövet ruhát, ami rajta volt, és ez zavarta a jógit, ugye ez volt az egyetlen ruhadarabja, hogyha ezt leeszik róla, akkor igazán nehéz lesz tovább folytatnia a gyakorlatot, úgyhogy elment és tanácsot kért egy közeli faluba egy ismerőstől, aki azt javasolta neki, hogy vegyen oda a barlangjához egy macskát, mert a macska majd távol tartja az egeret. Így aztán a jógi odahozott egy macskát, ami el is látta a feladatát, távol tartotta az egeret, viszont egy idő után, éppen amikor meditált a jógi, odajött és elkezdte karmolászni, és elkezdett nyávogni, amiből kiderült, hogy éhes. És akkor megint elment a tanácsot kérni, hogy mit csináljon, és azt a tanácsot kapta, hogy vigyen oda egy tehenet, mert mindig megfeli a tehenet, akkor meg tudja etetni a macskát, a macska el tudja kergetni az egeret, és ő nyugodtan tud meditálni. Odahozott egy tehenet, de hát ha ő meditál egész nap, akkor hogy fogja megfejni a tehenet? Ezért odafogadott egy pásztort. A pásztor egész nap a tehénnel foglalkozott, ezért kellett valaki, aki főz erre a pásztorra, és akkor megházasodott, odafogadott egy hölgyet. A hölgynek pedig rögtön kívánságai támadtak, nem fogom az életemet egy barlangba leélni, építs nekem légy szíves egy szép házat, akkor elkezdett építkezni, és aztán fokozatosan a jógával már csak egy órát foglalkozott, már csak egy percet foglalkozott, és végül semmit nem tudott a jógával foglalkozni. Szóval ez a típusú jóga ebben a szenvedélyes és temperamentumos nyugati kultúrában nem működőképes. Ezért a fő gyakorlat, amit a védikus szentírások hangsúlyoznak,